furcsa így látni, hogy például a kapu sincs bent. A Ferencváros csapatkapitányának is furcsa látvány az üres Grupama Aréna. Kedden este még a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében elszenvedett 4-0-ás vereség, és ezzel a BL búcsú ellenére is a Fradi szurkolóktól zengett a stadion. Azért valamilyen szinten helytáltunk, még hogyha sajnos 4-0 lett a hazai mérkőzés is, de sikerült túltennem magam, úgyhogy most már 100%-ban tényleg a Kaposvárra koncentrálok, hogy tényleg minél jobban kezdjük a szezont. Mert hogy szombaton már bajnokit rendeznek a Grupama Arénában, ahol a Kaposvárt fogadja a Fradi. Most nem jó ránézni a tabellára, hiszen több csapat áll előttünk, mint amennyit szeretnénk, de bízunk benne, hogy rövid időn belül mi is fölzárkózunk, és utolérjük a többieken. A Fradi jelenleg 9. a tabellán, ennek oka pedig, hogy az első két fordulót a címvédő nélkül rendezték meg a nemzetközi kupa szereplésük miatt. Lovrencsicsék így most hétvégén a harmadik fordulóban vágnak neki a bajnokságnak. Én most úgy érzem, hogy a csapatok komolyan erősítettek mindegyik, és amit én láttam az első két fordulóban, ott nem lehetett biztosra menni, hogy most éppenséggel a Vidi megver mindenkit, vagy éppen a Honvéd, vagy az Újpest. Nehezebb bajnokságra tippelek én most, mint ami volt a tavaly. Tavaly a bajnoki ezüstérmes fehérváriak már átélték, hogy milyen a kettős terhelés, hiszen az Európa Liga csoportkörében szerepeltek. Most a Fradira várhat ugyanez. A BL után ugyanis van folytatás. Egy selejtezős párharcra vannak a zöldfehérek az EL csoportkörtől. Nagy és bő a keretünk, tehát itt 28-29 azonos képességű játékos van, ami nagyon fontos a rotáció szempontjából, hogy mindig mindenki formában legyen, és itt most nem A csapat meg B csapat, csak az Európai Kupába játszók, meg csak a bajnokságba játszók, hanem igenis mindig, amikor számítani kell valakire, akkor tényleg jó formában legyen, és el tudjon dönteni mérkőzéseket, nekünk erre van szükség, szeretnénk ugye egész ősszel még európai szinten játszani. Előbb azonban a hazai bajnokságban kezdeni el a pontgyűjtést a Fradi, elsőként szombaton hazai pályán a Kaposvár ellen.